Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Egy olyan fehérvári hölgyet szeretnék a mai műsorban bemutatni Önöknek, aki a Fehérvár Televízióban is gyakran nyilatkozik, a Vörösmarty Rádióban egy állandó szakértőnek mondhatjuk, hiszen vasárnaponta a Sasvári Csillával szokott szerepelni egy műsorban, majd erről is fogunk beszélgetni kicsit később. Ismerjék meg velünk Suplicné Tóth Máriát, aki rengeteget tud a gyógynövényekről, fitoterapeuta, majd megtudjuk tőle azt is, hogy ez pontosan mit jelent. Szeretettel üdvözöllek a műsorban. Szervusz Szilvia, jó napot kívánok a hallgatóknak. Na, tehát a fitoterapeuta fogalmat mondtam itt először. Mit akar ez, és hogyan választottad ezt a hivatást? Maga a fitoterápia, mint egy fogalom, az a gyógynövényekkel kapcsolatos gyógyítás, a gyógynövények alkalmazása, egyáltalán a gyógynövények alkalmazása. Hát ezt a foglalkozást, ez igazából én olyan hivatásnak is érzem, tehát nem is nagyon foglalkozás ez. Talán én azt gondolom, nem is lehet ezt foglalkozásként kezelni. Nagyon régről datálódik ez az egész dolog. Én anno 1976-ban a gyógyszertárban kezdtem el a működésemet, tehát hosszú éveken keresztül, 15-16 évig én patikában dolgoztam, gyógyszerkiadó szakasszisztensként végeztem. De nagyon sok, tehát teljesen más világ a gyógyszerek világa, teljesen más világ a gyógynövények világa. Az én szemléletem, az én azonosságom nem volt teljesen összeegyeztethető a gyógyszerek világával. Tehát éreztem, hogy nekem ez az utam, hogy az emberekkel foglalkozok, az emberek egészségével foglalkozom, de valahogy hogy nem a gyógyszerek irányába gondoltam ezt a dolgot. Na most a mi képzésünk annak idején én Sopronba végeztem, nagyon-nagyon komoly, nagyon erős képzés volt, mint gyógyszerkiadó képzés, és ott egy nagyon markáns ága volt a gyógynövény ismeret. És én ott nagyon megszerettem ezt a dolgot, és amikor lehetőségem nyílt rá 1996-ban, hogy a gyógyszertári központ keretein belül átmenjek gyógyszertárból gyógynövény szaküzletbe, akkor én ezt gondolkodás nélkül megtettem. És pillanatra bocsáss meg, hogy közbeszólok, csak az érdekelne most itt ezen a ponton, ahogy említetted, hogy váltottál, hogy gyógyszertárban dolgozva mi visz rá arra, tehát hogy szabad-e ilyet elmondani, hogy mi az, amit mondjuk esetleg olyan dolgot láttál, vagy nem tetszett a gyógyszeriparban, ami aztán elvitt inkább a gyógynövények felé, hiszen nyilván a gyógyszertárban azért gyógynövények is vannak. Persze. Mi az, amitől így úgy gondoltad, hogy váltanod kell, és inkább ezt kedveled jobban? Igen, egyébként jól érzed, hogy azért ez nem egy egyszerű döntés volt, és ennek voltak okai. Nyilvánvalóan, hogy voltak okai. Igazából az a túlzott gyógyszerelés, ami abban az időben folyt, az abszolút nem tetszett nekem. Borzasztóan nem. Főleg az a rengeteg antibiotikum, amit már pici kéthetes gyerekeknek, abban az időben volt az, amikor úgy megnyílt viszonylagosan az antibiotikumok felírhatósága, egészen erős hatású, széles spektrumú antibiotikumokat írtak már gyerekorvosi, házi gyerekorvosi ellátásban, nem csak szakintézetekben, és én ezt látom, hogy ez nem jó irány, és igazából én nem nagyon akartam ennek részese lenni, sőt, inkább azt a tábort szerettem volna erősíteni, ami egy picit fékez, ami egy picit megnyitja az emberek tudatát az alternatív módszerek felé. De azt nem mondhattad, hogy elnézést, ezt a gyógyszert ne vegyél, meg inkább menjen el a gyógynövény szaküzletbe. Hát igen, egyébként ezt nagyon jól rátapintottál, mert amikor az utolsó csepp volt, akkor az volt, amikor azt mondtam, hogy elnézést, én ezt nem adom oda a kéthetes babának, azt a nagyon erős antibiotikumot, azért mert piros a torka. Uh-huh. És akkor jött a váltás. Így van, szerencsére. Lett egy saját üzlet. Igen, de ez igazából úgy jött, mintha az égiek küldték volna nekem ezt a lehetőséget, mert akkor már nagyon-nagyon-nagyon elegem volt ebből, és akkor jött ez a lehetőség, hogy a gyógyszertári központ keretein belül. Aztán az, hogy ebből saját vállalkozás lett, az már a rendszerváltozás eredménye, hogy lehetett privatizálni ezeket a patikákat, a gyógynövényboltokat, és akkor így sikerült nekem is saját vállalkozásba elindítani ezt a projektet.
De mindeközben azért folyamatosan képezted magad, hiszen itt a táplálkozástudománytól elkezdve mindenbe belevetetted magad, és azért mondtam az elején egyébként, hogy ha valaki igazán tudja és ismeri a gyógynövényeket, akkor az te vagy, hiszen tényleg hozzátok, ha bemegy az ember, akkor bármit levesz a polcról, szerintem mindenről tudsz egy fél órát mesélni legalább. Hogyne, hát persze, hát azért vagyunk ott. Igen, hát nyilván az csak egy kezdés volt. Tehát amikor én elkezdtem ezt a hivatást, akkor volt egy alapképzettségem, egy alaptudásom. De hát nyilván, hogy itt folyamatosan, napi szinten kell tanulni, ugyanúgy, mint egy színésznek a szerepeit állandóan tanulni kell, ugyanúgy ebben a prevencióban, a gyógynövényekkel való gyógyításban, egyáltalán az egészség megőrzésben, mert ugye az lenne a lényeg. Tehát az egészség megőrzésben folyamatosan jönnek új dolgok, folyamatosan jönnek új felismerések, és abszolút lépést kell tartani. Hát gyakorlatilag ez a 20 év folyamatos tanulással telt. Tehát ahhoz, hogy én hiteles legyek, és magammal megelégedett legyek, ahhoz folyamatosan kellett képezni magam. Egy tanári szakot is elvégeztem, ugye egészségtantanár, akkor is ugye az úgy indult, hogy majd az iskolákban, és ez engem nagyon fellelkesített, hogy igazából a gyerekeknek kéne megmutatni az utat, hogy hogyan éljenek, mit tegyenek azért, hogy felnőtt korukra ne azt töltse ki az életüket, hogy küzdködünk a betegségekkel, meg a problémákkal, tehát mit kell azért tenni, hogy egészséges legyek, ezért indult Szombathelyen egy egészségtantanár szak, ez 4 év volt. Aztán az más kérdés, hogy ebből nem lett semmi, már az iskolákban nem lett erre státusz, de maga a szemlélet, amit ott tanultam, az nagyon-nagyon jó volt. Aztán erre ráépült későbbiekben a Semmelweis Egyetemnek a táplálkozástudományi szaka, amit egy mesterképzéssel sajátítottam el, és az nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt. Igen, az előbb említettem, hogy ha valaki bemegy hozzád a boltba, akkor tényleg mindenről tényleg alaposan fel tudjátok őket világosítani. Egyébként ez szerintem ritka. Tehát, hogyha más helyre, most tényleg nem reklámozni szeretnélek titeket, de hogyha bármilyen más helyre bemegy az ember, főleg olyan helyre, ahol nincs szakképzett tanácsadás, akkor azért úgy gondban lehet, meg úgy elveszik a rengetegben. Tehát itt manapság én azt látom, hogy minden gyógynövénytermékből van több fajta, és akkor ott áll az ember, és tétlen, hogy most akkor mihez kezdjen. Így viszont nálatok tényleg alapvető, hogy bemegy hozzátok valaki, és ha kell, tényleg egy fél órát azért ott eltöltesz az illetővel, és tényleg alaposan kiképzed, és ami a legjobb, ugye, hogy ezért nyilván ez is egy üzletág, és nyilván mindenkinek érdeke, hogy azért megvegyék a dolgokat, de én azt veszem észre, hogy azért más dolgok fontosak, ugye? Igen, hát ezt jól látod. Természetesen, hogy ez egy megélhetési forrás is, de nem ez a fő szempont nálunk. A probléma az, hogy nagyon periférián van ez a hivatás. Tehát igazából nincs helye. Én azt szoktam mondani, hogy én ilyen egyszemélyes intézmény vagyok, nem tartozom se a hagyományos allopatikus gyógyításhoz, vagy egyáltalán tehát se a patikához, nem tartozom az alternatívákhoz sem, mert nem tartozom ehhez a modern természetgyógyászathoz sem. Valahol én úgy középen vagyok, úgy lebegek, de mondjuk ez olyan nagyon nem is bánt engem, mert igazából én ezt az utat látom célra vezetőnek. Amikor nem megyek el szélsőségbe, se egyik, se másik irányba, hanem megpróbálok középen mind a két módszerből azokat kiemelni, és azokat alkalmazni, és azokat a betegeknek megmutatni, ami a számára a leginkább fontos. És itt legelsősorban a prevenciót emelném ki. És ez a nagy szívem fájdalma egyébként, hogy pontosan, amit te mondtál, hogy bemész egy gyógynövényboltba és nem kapsz segítséget, hogy sajnos még mindig nincs erre egy olyan szabály, hogy gyógynövényboltokba szakképzett emberek legyenek. Régen volt egyébként, amikor én kezdtem, akkor csak megfelelő szakképzettséggel lehetett ilyen üzletet nyitni. Aztán most az EU csatlakozás után ez is, mint minden más, fellazult, de ez például nekem nem jó. Abszolút nem jó, mert innentől kezdve el is értéktelenedik. Na most megy egy másik irány, ugye nagyon erősen nyomjuk a gyógyszereket, holott, ha megnézed, ha te bemész egy patikába, amit látsz a patikába, az ugyanaz, mint amit bejössz hozzám, és ott látsz.
tehát gyakorlatilag ugyanaz. Egy dolog az, hogy azzal tudják kommunikálni, hogy ott szakemberek vannak. Na most ez hiányzik nálunk is, hogy nem tudjuk azt kommunikálni egyöntetően és egy érvénnyel, hogy szakemberek vannak. De igazából én így vívom magam harcát, és én nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy ha oda valaki belép, akkor úgy menjen ki, hogy megelégedett legyen, mindennel tisztában legyen, és olyan dolgokat kapjon, ami neki a legjobb. És nem az az elsődleges szempont, hogy ennek milyen hozadéka van jövedelemben, hanem az az elsődleges szempont, hogy az ő egészségére nézve milyen hozadéka van. Viszont a te szaktudásodra azért nagyon sokan számítanak egyébként ebben a városban. Hogyha jól tudom, és már ugye erről beszélgettünk, hogy azért különböző betegségekkel is akár megkeresnek, és lehet, hogy nem feltétlen az orvosban bíznak, hanem hozzád mennek, suplisznél Marika megmondja, mert ő tudja, és akár rákos betegek is megkeresnek téged. Igen, nagyon sokan. Ez is azért, mert itt is van egy nagyon nagy űr. Van egyfajta lehetősége például mondjuk egy rákbetegnek, hogy elmegy az orvoshoz, diagnosztizálják a problémáját, belekerül egy körforgásba, történnek vele események, igazából el sem magyarázzák neki sokszor gyakorlatilag, hogy mi történik, csak ez van, kész. És meg van ijedve, és nem tudja, hogy most mi lesz. És ha már csak eljön hozzám, és én szépen egyszerűen elmagyarázom neki azt, ami történik, Ami világos egyébként, csak ugye neki ezt senki nem mondja el, és megijed. És érthetően elmondom neki, hogy mi fog történni. Én elmondom azt is, hogy melyek azok a gyógynövények, amelyek használhatók akkor, amikor kezeléseket kap, mert ugye ez is abszolút egy tudomány, a fitoterápia, és ott is nagyon jól tudjuk, hogy mely hatóanyagokat lehet összeegyeztetni a gyógyszerekkel, mely hatóanyagokat nem. És ugye itt van nekem borzasztó nagy előnyöm, az a 15 éves patikai múlt, az a gyógyszerismeret, amit belém vertek annak idején, mert szó szerint nagyon-nagyon szigorú, nagyon kemény tanítás volt akkor Sopronban, és így biztonsággal tudom azt mondani nekik, hogy melyek azok a növények, amiket lehet alkalmazni. De ha még mondom, idáig nem is vegyünk el, csak annyi, hogy a folyamatáit elmondom egyszerűen érthetően, már akkor ők már megnyugodtak. És ugye azt se felejtsük el, hogy mondtad ugye a prevenciót, plusz ugye arról is beszéltünk, hogy táplálkozás tudományban is jártas vagy, tehát nyilván akkor felvilágosítást kaphatnak esetlegesen a hozzád elérkezők a táplálkozással kapcsolatban, és hát nyilván akkor ezáltal a megelőzést is tudjátok segíteni. Persze, nagyon sok embernek igénye van erre, mert ennek sincs megfelelő fóruma. Van egy-két dietetikus, ugye kórházban nagyon-nagyon le vannak terhelve, mindenki egyébként az egészségügyben mindenki le van terhelve. De ez annak a következménye, hogy annyira nincs az embereknek alapvető ismerete arról, hogy hogyan őrizzék meg az egészségüket. És igazából nem is foglalkoznak vele, mert addig, amíg egészség van, akkor azt hiszik, hogy az örökké tart, pedig ez sajnos nem így van. És amikor beüt a krak, akkor aztán megyünk, és akkor orvostól orvosig, és az ember bemegy az esztékába, és elájul, hogy mennyi ember van, embert áradat, akik betegek és problémájuk van. Na most, aki ezt nem akarja megvárni, és egy picit is egészségtudatos, és tud arról, hogy hozzám eljöhet, akkor ő eljön és tanácsot kér, hogy mik azok a módszerek, milyen táplálkozást csináljon, vagy mi az, amit egyáltalán érdemes tenni azért, hogy ne jusson ide. És nagyon sokan vannak, hála jó Istennek, én nagyon örülök neki. Jelzem én ezeket a tanácsadásokat, teljesen ingyen és bérmentve adom. Tehát azért ez azért elég leterhelő ez számomra, de mivel, hogy az elején is mondtam, hogy nem az a fő cél, hogy ebből anyagi előnyöket kovácsoljak, hanem az, hogy lássam azt, ami következik. Az, hogy bejön hozzám egy beteg, és azt mondja, hogy ő már végigjártam, mert nagyon sokszor úgy jönnek, hogy végigjártak már minden lépcsőfokot, orvost, mindenkit, a problémája megmaradt. És valakitől hallott rólam, és eljött hozzám. Hát nyilván én is megnézem, hogy mit tehetek. Soha nem ígérek olyat, amit én sem tudok, hogy mi, de megnézzük a lehetőségeket, mert ha valaki tudja, hogy mit kell adni, és hogy kell a gyógynövényeket alkalmazni, akkor a gyógynövényekkel nagyon-nagyon sok mindent tudunk javítani, és nagyon-nagyon sok mindent tudunk kezelni. Azt említetted még a műsor elején, hogy azért állandóan kell frissíteni a tudásodat, és
up-to-date-nek kell lenni, hogy így csúnyán mondjam. Van még egyébként olyan dolog, amit így most így hirtelen, így, ha belegondolok, hogy jön egy új gyógynövény, vagy hogy mi az, amiben lehet még így újabb dolgokat találni? Van nagyon sok minden. Bizonyos növény, különböző növényeknek a hatását, a hatóanyagait elemzik. Tehát mondjuk csak egyszerű a zöldtea. Tehát a zöldteának van sokféle hatása, tudományos kutatások vannak, mindig figyelni kell, vannak erre megfelelő fórumok, ahol publikálják ezeket a cikkeket, és akkor ott azokat, hogyha te figyeled, követed, akkor az újdonságokat, tehát rájössz, hogy ilyen vagy olyan kombinációval esetlegesen mit lehet. Vagy vannak olyan példák, hogy egy X növénynek megtalálták azt a fajta hatóanyagát, ami Y problémára jó, amit eddig nem volt publikus, tehát amiről eddig nem tudtunk. És ezeket, ha követed, akkor sok mindent tudsz. Például a rákbetegségnél, de ugye nagyon-nagyon sok minden más probléma van, amivel az emberek jönnek, és nagyon sokan például bőr problémával jönnek. Az, ami még egy nagyon nehéz terület, és nagyon nehezen gyógyítható terület, mert a legtöbb bőr problémánál az elsődleges, hogy a nyugati orvoslás ad egy szteroidos krémet, aztán majd valami történik, és aztán, ha nem történik semmi, esetlegesen még csak elfajul a probléma, akkor adnak még egyet, aztán az se, és akkor megmarad. És ilyenkor találnak meg engem, általában egyébként. És a gyógynövények, amit az én tapasztalatom, hogy a bőr problémáknál nagyon jól tudnak működni. Nagyon jól tudnak működni együtt a táplálkozás megváltoztatásával. Mert nálam mindig az a legelső, hogy na nézzük meg, mit eszik, mit csinál, hogy eszik. Tehát ez nagyon-nagyon sok függ tőle. Egyébként is, ha valaki csak egyszerűen végig gondolja, hogy ahogy civilizálódunk, ahogy érünk a 21. századba, jönnek különböző betegségek. Tehát nem véletlen, hogy a halálok, a szív- és érrendszeri betegség az elsődleges, a második ugye a tumoros betegségek. Tehát ez mind összefügg a táplálkozásunkkal, összefügg az életmódunkkal, összefügg a lelkületünkkel. Tehát ez egy egység, és hogyha ezt megpróbáljuk együtt kezelni, akkor sokkal nagyobb eredményt érünk el, mint amikor egy kis pici szegmensét nézzük a problémának. Beszéltünk már arról, hogy a Vörösmarty Rádióban is elég sokat lehet téged hallani. Ugye Sasvári Csillával van egy közös műsorotok vasárnaponként. Ezt is most már nagyon lelkesen, kitartóan, elég régóta csináljátok, és azt mondod, hogy hát ez is nyilván ezért nem kapsz semmilyen honoráriumot, ezt is szívből, lélekből csinálod. Igen, ez is teljesen társadalmi munkában, de azért, mert látom ennek is a pozitív hozadékát, hogy micsoda igény van rá, hogy csak egy egyszerű dolog, hogy beszélünk mondjuk az omega 3-ról, még mindig nagyon-nagyon sok embernek új dolog. Beszélünk a D-vitamin ellátottságról, még mindig nagyon sok embernek új dolog. És ezek mind olyan dolgok, és a Csilla is nagyon jó partner ebben, mind olyan dolgok, amelyek a betegség megelőzést szolgálják. Tehát ott a műsorban nem mindig konkrétan a problémákról van szó, bár olyan is van, hanem leginkább arról, hogy mit tegyenek, mi az, ami kiegészítés szükséges, mi az, ami táplálkozásbeli változás szükséges ahhoz, hogy ilyen, olyan vagy amolyan probléma ne következzen be. A saját családban nyilván akkor ez egyértelmű, hogy akkor alkalmazzátok a gyógynövényeket. Mondjuk mikor a gyerekek picik voltak, akkor is már tudatosan ezekkel gyógyítottad őket? Azt sajnálom, hogy akkor még nem. Tehát amikor az én gyerekeim kicsik voltak, akkor én még keményen patikai vonalon dolgoztam, és sajnos ennek hisszuk is a levét mind a mai napig egyébként, mert őket is agyon antibiotikumozták, nagyon sok probléma volt. Viszont az unokáimnál már tudom ezeket alkalmazni, sőt a lányom partner is ebben, úgyhogy alkalmazzuk a gyerekeknél, ha bármi probléma van. Gyakorlatilag gyógyszert nagyon nem is kapnak. A férjemről meg nem is beszélve, mert ő meg lelkes hallgatóm, ha bármi van, akkor rajta próbálom ki, de én látom is a pozitív hozadékát ennek. És hogyha mondjuk gyógyszerekhez kell fordulni, akkor ahhoz most hogy állsz? Hát ha szükséges, tehát ez, amit mondottam az elején, hogy van egy középút. Ha
ha szükséges a gyógyszer, nagyon jó, hogy van gyógyszer. Nagyon jó, hogy az orvostudomány fejlődik, és nagyon jó, hogy különböző új molekulákkal jönnek ki, mert nagy szükség van rá. Itt a probléma csak az, amikor fölöslegesen ütre-főre használunk olyan dolgokat, amit nem rögtön azzal kéne kezdeni, hanem meg lehetne azt valami gyengédebb módon is oldani a problémákat. Tehát, hogy ha szükség lenne gyógyszerre, akkor biztos, hogy alkalmaznám, teljesen egyértelmű. De hát olyan szerencsések vagyunk, hogy itt most 60 fele még nincs szükség gyógyszerre, reméljük, hogy ezt ki tudjuk tolni. Az édesanyám 96 éves, neki még mindig nincs szüksége gyógyszerre, ő még mindig csak azokat a készítményeket szedi, amelyeket én adok neki, de azért az on vagy 10-12 féle. De látom rajta is, hogy mennyire hasznos ez. Hát igen, mondjuk egyébként elég rád nézni, és látszik, hogy tényleg egészséges vagy, fiatalos vagy. Mi az, amit mondjuk, hogyha a saját példádat kellene felhozni, akkor mi az, amit mondjuk másoknak tudnál tanácsolni, hogy napi szinten mondjuk milyen vitaminokat, mit kell bevinni? Hogyha azt mondjuk, hogy mit tehát táplálék kiegészítő mindenféleképpen a D-vitaminról. Tehát az az első és a legfontosabb. Most már nagyon örülök neki, hogy nagyon sok publikációban ezt lehet hallani, tehát azért a kommunikáció ezt azért most már nyilvánítja egy kicsit, hogy az emberek fele. Tehát a D-vitamin főleg ilyenkor ebben a téli időszakban nagyon fontos a D-vitamin. Magyarország lakossága D-vitamin hiányos. A jód hiányosak vagyunk. Ugye volt egy ilyen téves dolog, de még mindig alkalmazzák, egyébként még mindig jönnek, hogy azt mondta az orvos, hogy jódozott sót tegyek. Hát ezt abszolút nem. Tehát hogy jódozott sóval pótolja valaki a jódot, ezt egyáltalán nem, mikor mindig azon vagyunk, hogy csökkentsék a só fogyasztást, mert ugye az ödémát okoz, magas vérnyomást okoz, tehát és akkor azt mondja az orvos, hogy jódozott só, tehát a jódot olyan természetes ásványvizeink vannak, amiben magas a jód, tehát inkább ilyeneket, a C-vitamin nyilván. Ott is ugye vannak viták, hogy mennyit, mit és hogyan. Sokszor beszéltünk erről a rádióban is, hogy ez mindenki személyfüggő. Férfi vagyok, nő vagyok, sovány vagyok, kövér vagyok, dohányzom, nem dohányzom, mit dolgozok, tehát ez is személyfüggő. Az, hogy kijelenteni, hogy 1000 mg vagy 2000 mg, ezt nem lehet. Tehát ehhez is az kell, hogy valaki, aki ért hozzá, egy szakember, beállítsa a C-vitamin fogyasztást, mert azért rosszat is tudunk feled. Sokszor hallom azt, hogy hát a gyógynövények nagyon jók, mert az ugye annak nincs mellékhatása. Hát valóban is mellékhatása, hogyha azt egy tudó, értő ember állítja össze, de azzal is lehet problémát csinálni. Túladagolni lehet egyébként? Hogyne, persze. Hát a C-vitamint is túl lehet adagolni, mondjuk az egy más kérdés, hogy mi a hagyományos vélemény, hogy 80 mg, meg 100 mg, meg mi az alternatív vélemény, hogy 4000 mg, tehát azért én mindig így középen vagyok, de abszolút túl lehet adagolni. Egy egyszerű dolog, például a csalántea, vagy most egy nagyon divatos a diólevéltea, tehát ebből már ilyen divatot csináltak, vigyázni kell. Tehát azt sem lehet ütre-főre, nyakló nélkül inni. Milyen távolabbi terveid vannak még? Hát, tervek azok mindig vannak, csak annyira sok a teendő, hogy nem tudom, hogy ezeket hogyan tudom véghez vinni. Mindenféleképpen szeretnék egy olyan, hát nem is azt mondom, hogy iskolát, de egy olyan kis műhelyt kialakítani, ahol időről időre különböző előadásokat, tehát egy picit, hogy az embereket tovább képezni, és ez is onnan jött, hogy jöttek hozzám a betegek, hogy nem tart valamilyen tanfolyamot, mert én úgy szeretnék tudni erről vagy arról. Még egyelőre sajnos nem fér bele, mert még nagyon az üzletbe aktívan ott vagyok, és nem. De ha ezt a részét egy picit le tudom adni, akkor mindenféleképpen azt szeretném csinálni, hogy egy kicsit kinyitni és távol, több emberrel megismertetni azokat a dolgokat, amelyek úgy érzem, hogy fontosak, hogy megismerjék. Én kívánom, hogy ez sikerüljön neked a jövőben, és gyere még hozzánk nagyon sokszor, halljunk téged a rádióban is, nagyon sokszor, és a tévében is természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.